gondolkodásai és pedagógusai rendezték le ezt a remek időt, hogy verőfényesen süt a nap, csodálatos fényvel. Láthatjuk, hogy milyen színek vannak itt körülöttünk a fákon, a fák alatt a leveleken. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm polgármester urat, Schwarz Vélát, akit ma kettő szerepben is láthatunk itt. Egyrészt nyilván az ő támogatásával, az ő elképzelése alapján valósult meg az előttünk levő most már csodálatos út, amire hosszú-hosszú évek óta várnak az itt lakók, a Diófa utca, ami teljes egészében megújult, mondhatjuk, az aszfalton egészen a vízelvezető árkokig, a kis parkoló részekig. És nyilván nagy tisztelettel és szeretettel meghívom az idén néhány tíz méterre odébb, fél négykor kezdődő Dió ünnepére, Dió napjára, és szeretném azt, bár az előbb mondta, hogy még meggondolja, hogy ott is néhány gondolatot mondjon. Én akkor megkérem most a polgármester urat, hogy amennyiben megteszi, akkor néhány gondolatot mondja el. Annyit még előlegben, Ajka városa megújul, és ennek a megújulásnak a része ennek az útnak, ennek a parkolónak az átadása. Megkérem a polgármesterről. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát az utat átadni az egy szép dolog. De belegondolok, hogy tulajdonképpen hány éven keresztül mindig kihúztuk a előkészítésből, tehát ugye a költségvetés az úgy készül, hogy mindig összegyűjtjük az igényeket, aztán egy ilyen szakmai szervezet azt megzsűrizi, és utána kerül a testület elé. És ha jól emlékszem, akkor 3 éven át húztuk ki mindig a Diófa utcát az elképzelésekből. De ez azért volt, mert ez azt jelenti, hogy mi a műszaki szükségszerűség szerint közelítjük meg az út építés és felújításnak a témáját. Tehát 3-szor nagyobb igény volt arra, hogy a műszakilag rosszabb utakat vegyük előre, és azt kövesse majd a Diófa utcának a felújítása. Tehát azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen 3 év ilyen lemaradás, vagy előtervezés van mindig, amire teljesíteni tudjuk azt, amire önök várnak. És nem lehet soha teljes az ember öröme, mert mindig vannak olyan kérdések, amelyeket nem tudunk megoldani. Ugye tudom, hogy önök is arra vártak, hogy esetleg majd az árkokat megszüntetjük, és zárt rendszerű csatornákat alakítunk ki, vagy a kapubejárókat megcsináljuk, vagy a vízelvezetésben másképp oldjuk meg, mint ahogy önök elképzelték. De hát nem tudunk minden igényt kielégíteni. Ugye az, hogy a város fő közlekedési szakaszai megoldjuk az árkoknak a földbe helyezését olyan módon, hogy a csapadékcsatorna az föld alá kerül, az egy nagyon szép dolog. Ezzel megelőzzük a magyarországi viszonyokat, hiszen önök ilyen módszerrel nem sokat találkoznak Magyarországon, nagyon keveset, öreg, ne menjél rá erre a frissen rakott földre. De ezzel is szeretnénk azért példát mutatni, és jó érzékkel a műszaki fejlődés előtt járni. Az nagy dolog, hogy a bevezető és kivezető szakaszok mellett meg tudjuk oldani a csapadék csatornáknak a földbe helyezését, de minden utcába, így a Diófa utcába is sajnos még nem tartunk ott még nem tudjuk megoldani. És önök ismerik azt a módszert, hogy minden útépítésnek, az úttal kapcsolatos minden közműnek mi nevet adunk, és nagyon bízom benne, hogy ugye 19-ben lesznek majd a következő választások, hogy 19-ig elérjük az 1000. sorszámozású útfelújítást és útközmű átadását. Most a 781-es útfelújításnál tartunk, parkolót alakítottunk ki, 18 parkolót itt látni fogják, zárt rendszerű csapadékcsatornának egy részét megoldottuk a parkoló mellett, lépcsőfelújítást végeztünk, átereszeket tisztosítottunk és parkosítottunk. Ez a munka, ez 20 millió forintba került, tehát ebből is látszik, hogy micsoda óriási pénzigénye van egy ilyen útépítésnek, de ehhez a témához és ehhez a tervhez mi úgy nyúltunk hozzá, hogy mindenki érezze és lássa már messziről, ez a bányásztelepnek a központja. Ugye tér, valamikor ide egy épületet terveztek, ugye ezt kihúztuk a tervekből, ide épületet nem szabad tenni, ez egy központi tér szoborral, fákkal, és egy nagy parkoló, egy sportlétesítmény, az óvoda, lakóház,
Ez a bányásztelepnek a központja, a bányásztelepi buszmegállóval, bár most a buszmegállónak a tábláját azt nem látom, lehet, hogy valaki hazavitte. Tehát ez a bányásztelepnek a központja, és vigyázzanak rá, tehát ne menjél, te sem még egyszer erre rá, mert ebben fű van, tehát erre vigyázni kell, és meg kell óvni, a virágokat ápolni kell, a fákat is csodálni kell, és azokat is szeretni kell, és leginkább élvezni kell ezeket a körülményeket, amelyeket itt mi közösen megteremtettünk. Dornel László barátomnak, a térség képviselőjének pedig szeretném megköszönni, hogy a Laci az nap, mint nap itt jár, és az árok lefolyótól kezdve a kandeláberig itt mindent ismer, mindent szóvá tesz, mindent szeretne átépíteni. Hát ilyen kompromisszumokkal megy, amiről az előbb egy kicsit sokat beszéltem, de most már túl vagyunk a dolgon, úgyhogy örüljünk együtt, és kívánok önöknek minden jót, élvezzék az életet! Köszönöm polgármester úrnak a rövid tájékoztatóját, és most arra szeretném kérni, hogy a Paulisz András és Petőház Andrásné Erzsike vegye át a polgármester úrtól ezt az utat, és amennyiben gondolják, akkor néhány szót mondjanak már. Hát én szeretném megköszönni a Diófúza lakói nevében a polgármester úrnak, valamint Dolner László képviselőnek, és valamint azoknak a dolgozóknak, akik ezt az utat építették, hogy lehetőségünk nyílt ilyen szép utat most jelen pillanatban, mai napon átvenni. Hát ez megkönnyíti a mindennapi életünket, munkábejárásunkat, gyerekek jobban tudnak kerékpározni. Viszont annak nagyon-nagyon megörülnénk, hogy esetleg a elkövetkező időben, ha esetleg lehetőség nyílik a járdát is valamilyen formában felújítani, mivel a járdon nem túlságosan egyenletes, és a gyerekek többsége az inkább ott közlekedik. Így jelen pillanatban az utat fogják majd birtokba venni, de szeretnénk, hogyha ez majd a járdáról korlátozódna az egész. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezeket a keresetlen szavakat. Én, mint képviselő, szeretném megköszönni polgármester úrnak azt a támogatást, amit a bányásztelepi városrésznek és az Óváros városrésznek ad. Nem szégyenem ezt elmondani, hiszen érzem nap mint nap, remélem az itt lakók is. És most külön szeretném megköszönni Palvic Péternek azt, hogy velem nap mint nap, mondhatnám, volt olyan időszak, amikor nap mint nap itt az itt lakókkal együtt végigmentünk az utcán, és meghatároztuk még azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni. Ugyancsak szeretném az Andrónyi Miklós úrnak megköszönni, aki szintén sokat dolgozott ezen. Köszönöm a képviselőtársaimnak a támogatását, és szeretném elmondani így utólag, hogy köszöntöm Rieder András képviselőtársamat, akin osztozunk, aki osztozunk a bányásztelepen, hiszen az egyik felén az ő a képviselő, a másik felén én vagyok a képviselő. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm azt a támogatást, amit ő nyújtott ebben a kérdésben. Akkor most el kéne ezt a hordót állítani, illetőleg előbb elvágni a szalagot, és utána meggörgetjük a hordót. Köszönöm. Szeretném még bejelenteni, hogy mikor a hordót átgorítottuk, akkor indul a bringázás, amelyet a Bringajka Egyesület fog végigkísérni, és nagy szeretettel köszöntöm a résztvevők közt a
Borsos Miklós Általános Iskola Kossuth utca, Móra Ferenc utcai telephelyének a diákjait, akik vendégként van. Tegyétek fel a kezeteket gyorsan, kik vagytok a Kossuthból? No, hát ők vannak, egy tapsot megérdemelnek. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen az ünnepséget, és szerintem a bringások indulhatnak. Hát ez pedig az Ajka TV-nek a drónja, ami majd felülről mutatja meg önöket, bennünket, titeket, hogy hogyan ünnepünk, szórakozunk. Köszönöm szépen! Azt kérném tőletek, hogy a legkisebb, és aki úgy érzi, hogy ő a leggyengébb, hogy ő fog előjönni mellettem. Tehát ő kerülhet az első pozícióba, a végén a csapatársaim tudják rám, és utánpultás közöttünk is van, és beszélgetettek vele, kérdezettek tőle. Úgyhogy remélem egy élvezetes és 30 perces órán beszélgetés. Akinek van sisakja, azért annak örülnék, ha felmennék. Jó,